Vételi ajánlat érkezett önkormányzatunkhoz a BTKR Kft., valamint a Beerstrom Kft. Részéről. A két kalocsai cég közösen egy telephelyet vásárolna a városunkban egy új csarnok létrehozása céljából. Ez a közben forgó neve a Csirkeláb, úgynevezett Csirke, ez a volt honvédségi belső lőtér a vasúton túl. Ennek 7,1 hektár nagyságú. Először 35 millió forint ajánlatot tett, ezt ugye mondtuk, hogy nem tudjuk elfogadni, illetve nem, hogy nem tudjuk elfogadni, nem föl kell értékeltetnünk. Fölértékeltük, szakértők 55 millió forintra értékelték föl ennek az értékét. A ajánlattevők elfogadták ezt az összeget, tehát mint pályázati ajánlatot, és ezért került ide a képviselőtestület elé, hogy a pályázatot, mert ki kell írnunk erre pályázatot. A cég három ütemben hajtana végre fejlesztést a területen. Elsőként szárazhabas gyártó üzemet hoznának létre, majd ezt követően betonelem gyártósort építenének két darab száraz zsilo telepítésével. Végezetül harmadik ütemként pedig raktár áruházzal, külön bejárattal bővítenék az üzemet. Az új gyár sok új munkahelyet teremtene a városnak. 80-100 munkahelyet akar létrehozni, kalocsai vállalkozásról van szó, száraz vakolatot akarnak keverni, és logisztikai központokat létrehozni, tehát csarnokokat, stb. Leírták az előterjesztésbe, de egyelőre ez ma nem téma, csak jelezték, hogy miről van szó. Egyelőre ma a ingatlan meghirdetése pályázati feltételeinek a kiírása van. Így az ülésen a képviselők csak a pályázat kiírásáról döntöttek. Ezt 12 igennel elfogadta a grémium, így tovább folytatódnak a tárgyalások a telephely eladására vonatkozóan.